Szeretettel köszöntöm mindenkit, aki eljött. Úgy látom, hogy elmegyünk tulajdonképpen, igazán, aki lakos lenne, nincs is. Hát mindenki lakos, tehát valamilyen személyiségi voltából van jelen, nem pedig nincs lakos. Tehát ezt mindenképpen meg kell tartanunk, és akkor a csatornáról lesz szó, és azok nagyon számba érkeztek, mint ahogyan hány lakos. És hát ugye felvétel fog készülni, azt a szlájzók kívén megnézhetik majd a mi kíváncsi, tehát onnan értesülnek, hol van, nem jött el a közmeghallgatásra, illetve a csatorna felületes a kapcsolatos tájékoztatóra. És akkor én át is adnám a szót a csatorna ütlásnak a felújázásának a képviselőjén. Bornemisza Miklós először, jó? Jó estét kívánok, Orbán Isza Miklós, a Duna Akadémia csatornázási társulatának a települést szeretném tájékoztatni, hogy az Európai Uniós elszámolást az Európai Unió támogatásával kapcsolatos követelményrendszert a program teljesíti. Három nappal ezelőtt volt egy EUTAF ellenőrzés, ez egy ilyen komplett pénzügyi átvilágítása volt a projektnek, itt feleltünk az elvárásoknak. A program zárása most folyik, az Európai Uniós elszámolás december 31-én megtörténik, ennek van egy januári áthúzódó része, illetve az azt követő jótállási garanciális időszakában 60 hónapon keresztül a kivitelező rendelkezésre áll bármi települési problémával kapcsolatban. Mi a magunk részéről köszönjük a lakosok türelmét. Szeretnénk örömmel tájékoztatni az önkormányzatot, hogy a közel 800 millió forintos beruházási értékkel gyarapodik a vagyona, majd akkor, amikor aktivizálva lesz az egész beruházás. Megkérdünk Csepregi Andrást, a kivitelezők projektvezetőjét, hogy magáról a kivitelezésről egy pár szót szóljon. Mindenki csak én az első közami projektvezetője, illetve a Dunakanyar Konzorcium képviselője. Az utolsó másfél hónapban, két hónapban került terület projektvezetőnek, azóta ők is megjelentettel folynak a munkák, azért az látszik, hogy lányforum jelentős elmaradásra voltunk, ezért elnézést kérünk, hogy azokban az utcákban, ahol most elkezdtünk dolgozni, az utolsó két-három hónapban a lakosságnak egy azért nehézebb körülményei voltak, mint eddig. Azon vagyunk, hogy a jövő hét végén, jövő hét közepi mindenhol teljes egészében a helyreállítási munkákat befejezzük, ahol csak lehet ott a lakossági igényeket teljes körön kielégítsük. Azt biztosan állíthatom, hogy a jövő első felében mindenféleképpen itt vagyunk, bármi nemű reklamáció kérdés van, akkor azzal azt intézzük és a javítási, ha minden szükséges, ott a javítási munkákat is el fogjuk készíteni. Hogy a szerződés bár 2013 novemberében lett aláírva, a engedélyezési munkák elsősorban lányforumnál is eléggé elhúzódtak, de az okok miatt a vízumigétesítés engedélynek a megszerzését az csak múlt év végére sikerült megkapnunk. Így a kivitelezési munkákra való felkészülésünk már az, amikor a kivitelező egységeket ide tudtuk hozni, ez már a tavaszt jelentette. Elmúlt év nem kedvezett abban a tekintetben, hogy rengeteg EU-s projekt jelezett a kivitelezőknek a kiválasztása, illetve az, hogy itt tudjuk hozni csapatokat, ez egy kicsit akadályba futott. Igazából ez az indoka annak, hogy a utolsó 3-4 hónapra maradt az a kivitelezési utam, ami tulajdonképpen elvárható lett volna, hogy már nyár közepétől bekövetkezzen. Még egyszer kérek elnézést azért, hogy sok mindenkinek problémát okoztunk. Lányforosz tekintetében kicsit szerencsésebb az, hogy kisebb utcaszakaszok vannak, amiket meg kellett csinálni, az egy különálló területet, tehát az egész falunak a településnek a
életét azért nem tettük tönkre. Azokat a kis utcákat és ezeket a kisebb területeket viszont elég keményen megizzasztottuk még a lakókat. Ez minden egyes projektünknél így van, itt azért a körülmények nem is olyan egyszerűek, a Fecske utcától vagy a Panoráma utcáról nem is beszélek. Valóban vannak az anyagos területtől a sziklás területig mindenfajta megtalálható. Remélem, hogy a helyreállítási munkákat is úgy tudjuk elvégezni, hogy ez megfelelő legyen. Azt mindenféleképpen előzetesen jelezni az eredeti állapot, tehát a tendert kírásaink szerint az eredeti állapotot kell helyreállítanunk. Tehát ott, ahol aszfaltburkolat volt, ott sávosan aszfaltos helyreállítást kell végeznünk, ott, ahol zuzottköves burkolat volt, ott zuzottköves helyreállítást kell csinálnunk. Amennyiben valahol nagyon tönkretettünk volna a szerkezeteket, ott valószínű, hogy fog készülni teljes szőnyegezés is, de ez nem lesz jellemző. Mindenféleképpen azon vagyunk, hogy még egyszer az önkormányzattal, illetve a polgármesterről egyeztetett formában állítsuk, illetve állítottuk helyre a különböző utcákat. Köszönöm szépen! Urak közül valaki még esetleg, vagy akkor majd a kérdésekre válaszolnak, vagy ha lesz, jó? Én még annyit tennék egy csatornáláshoz ugye hozzá, hogy hát, mivel én beléptem, akkor lett meg a engedélye, tulajdonképpen a vízok engedélye ennek a beruházásnak. Hát azért elismerték a kivitelező részéről, hogy utóbbi 3 hónapban készült el tulajdonképpen a munkának a nagy része. Ugye a helyreállításhoz visszatérnénk, azt ígérhetem itt, a plénum előtt is, és hát itt vannak az urak is, hogy azon leszünk, hogy a eredeti állapot az azt jelenti, hogy járható útjaink legyenek. Mert ugye azokon a részeken, tehát az elmondta a kivitelő képviselője is, ahol összetört az út, és nem csak amiatt van rajta a középen egy sáv, az ott azt meg kell csinálni, ez teljesen nyilvánvaló. Úgyhogy én nem tudom, hogy valaki, akkor én átadom a szót, ha valaki akar kérdezni. Igen. Lutták érni. Kérdő vagyok, a csatorna társulat leányfalóról kiküldött egyik intézőbizottsági tagja. Hétfőn volt az intéző a társulat ülése, sajnálatos, hogy Bonemtől nem volt jelen, és így nem tudtuk, nem tudom, hogy nem kapott értesítést, talán akkor ez a főtimeának a sara, mert ő nem küldött. Mindegy, akkor volt egy beszámoló arról, hogy áll a csatorna, de nem nagyon tudtuk meg valóságában, hogy tényleg hogy áll. Ugyanis nem csak az az érdekes, hogy ez az a kivitelező szempontja, hogy meglegyen a határidőre, hanem azoknak, akik rá akarnak kötni, azoknak az is nagyon fontos, hogy mikor veszi át a DMRV. A fővárosi vízmegy hamarabb át fogja venni, mint amennyire a DMRV, de legalább azt tudnánk meg, hogy mikor mi az a határidő, amikor, mert minél hamarabb szeretnénk rákötni, hogy ez egyik dolog, a ráköpési határideje, mikor lehet ezt majd megcsinálni, mikor lehet a tervezést odahívni, a másik pedig az, hogy mikor lesz olyan út, amelyen járni is lehet. Én a Lányfalun, a Panorámában lakom, az az út jelenleg csak terepjáróval járható, miután már megvan a csatorna, katasztrofális, úgyhogy azzal is inkább csak lefele lehetne, hogy fölfele nem igen. Úgyhogy ezekre a kérdésekre szeretnék választ kapni. Jó, akkor most ez? Részben aztán szépen sorban odaadom mindenkinek a mikrofon. Bárhova, ahol hívnak minket, ahol a lakosságban, bármilyen rendszer kíváncsi arra, hogy hogyan áll ez a nagy beruházás a környéken, az a természetesen elvegyünk, és amennyit csak lehet elmondunk róla, inkább többet két szóval, mint kevesebbet egy kével. Elnézést, ha nem hívtak, hát akkor persze, hogy azt se tudtam, hogy van. Egyébként
ha már itt tartunk, és itt van a társulattól az intéző bizottság tagja, akkor azt örömmel mondhatom, hogy a 92,70 valahány tízezred intenzitású támogatása a programnak, ez egy megvalósult, valóságos támogatás. Ennél picikével gyengébben áll, és itt szurkolom a társulatnak az önerő beszedésnek a kérdése, mert ez nem társulat függő, hanem lakos függő, és ha már itt tartunk, akkor ez vissza fog jutni az önkormányzatokig, mert aki nem fizet be rendesen, azt az önkormányzatnak kell majd felszólítani a befizetésről, mert az önkormányzat vállalt kezességet a lakosokért a társulati hitel mögé. Érdekes, kacifán dolog, de azért tesszük a dolgunkat. A vízművek. Szeretném bemutatni a fővárosi vízművek helyi vezetőjét. Vagy a DMRV, bocsánat, a DMRV helyi vezetőjét. És Gábor, akkor a rácsatlakozás, hogy hogy is megy, mikor, hogyan. Átadom neki. Kívánok, Szabó Gábor vagyok, DMRV csatornázási főmérnökségéről. Néhány mondatban akkor összefoglalnám ezeket a hatósági rákötéseket. Úgy tudom, tájékoztató az ment ki a szervezet részéről is, de azért elmondanám még egyszer. Tehát a jövő héten fog a műszaki átadás lezárulni. A műszaki átadás előtt nyilván lakossági rákötés nem lehetett eszközölni. A műszaki átadást követően első lépésben ugye bekötési tervdokumentációt kell készíteni. A tervezőknek ajánlatos fölkeresni a műszaki ügyfélszolgálatunkat, ahol a szükséges adatszolgáltatást át tudjuk adni a részünkre. Ez tulajdonképpen az elkészült csatorna hálózat geodéziai bemérésének az a részlete, ami az érintett ingatlanra vonatkozik. Utána elkészül a bekötési terv, a bekötési tervet mi engedélyezzük, és tehát engedélyes bekötési terv birtokában a belső hálózat kiépíthető. Ezt követően szemlézzük le magát az elkészült bekötést, és a szemle során a kollégáink viszik magukkal a szükséges szolgáltatási szerződést, ami aláírásra került, és ettől kezdve lesz teljes fogyasztunk mindenki. Ami még érdekes, ez a határidőt tetszett azt hiszem említeni. Határidő itt nincs, annyi határidő van, hogy az üzembehelyezést követő egy éven belül kellene a lakossági rákötéseknek elkészülni. Ezt követően, tehát aki addig nem csatlakozott, és az ingatlan előtt műszakilag rendelkezésre álló csatornahálózat van, hát ott merül fel utána ez a bizonyos talajterhelési díj kérdése. De erre egy év van. Nem tudom tovább. Nem a végét kellett kérdezni, az elejét. Mikor lehet kezdeni? Hát jövő héten lesz műszaki átadás, 18-án zárjuk le, én úgy tudom. A közigéző törvény azt írja, hogy a sikeres műszaki átadás átvétel követő 3 hónapon belül kell a szolgáltatónak felszólítania a lakosságot a csatlakozásra. Nyilván a társulaton keresztül fog ez is működni, és ha jól tudom, akkor a tervezők, kivitelezők már járják a helyoldalt, és dobálják be a különféle jelentkezéseket, hogy ők ezt Ez praktikusan januárra tolódik, tehát nyilván az ünnepek alatt. Marám utcának a helyreállítását jövő héten fogjuk megcsinálni, befejezni. Van, volt egy olyan szakasz, ahol talpfákkal volt, tehát a talpfás terület, ott teljesen, akkor
megtaláltam. Ott teljes egészében föl kérek szedni a meglévő bútakat, tehát ott az a szakasz biztos, hogy szőnyegezéssel lesz helyreállítva. A fölötte levő rész az sávosan, a Pincegy utcában, ahol zúzott köves, vagy ilyen földes út volt ott zúzott köves, hogy valami annyi, mindenféle volna helyreállítás, hogy közlekedhető legyen, és a panorámának talán az a része, ami rögtön ettől egy kicsit lejjebb van, ott sávon, ahol rendesen sávosan meg lehetett csinálni, a legelső rész, legelső szakaszon tudom, hogy úgy tudtunk menni, hogy rendesen megvágva az árok szélét, ott sávosan fogunk elhelyteni. Tehát egy ilyen 100 méteres szakaszon a biztos szőnyeg fog készülni, azt még nem látom pontosan, hogy ez mekkora területet jelent. Egy kiegészítő mondat a rákötésekkel kapcsolatban ezúttal is, meg minden módon szeretném megragadni az alkalmat, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a csapadékvizek bevezetése a csatornába nem mindenki számára ismert, de az tilos. Tehát ezt mi ellenőrizni fogjuk, jó lenne nem eljutni szankciókig, ez mindenkinek az érdeke, hogy ez ne a csatornába folyjon a csapadékvíz, nem oda van. Ezzel kapcsolatban a csapadékvíz elvezetés, az úttal fontos, azt a panoráma úton lefele gondolkodni kell azon, hogy hogyan lehet jól megoldani a csapadékvíz elvezetést, mert azok a bizonyos tarbetonok is azért kerültek oda, mert minden egyes nagyobb eső alkalmával az egész utat elmosta a víz, járhatatlanná vált. Tehát, hogyha ott lesz majd teljes szélességben aszfalt, mint hogy kell is, még áldozatra is hajlandók vagyunk az ott lakók, hogy az meglegyen rendesen, mert használhatatlan volt, eddig sem volt igazán jó. De a csapadékvíz elvezetéséről mindenképpen gondoskodni kell megfelelően. Tehát legyen egy olyan árok, esetleg középen, út középen, vagy ahogy egy tervező majd elgondolja, hogy hogyan kell, de mindenképpen meg kell oldani a csapadékvíz elvezetését. Ennek a projektnek sajnos nem feladata a csapadékvíz elvezetés, mert én azt hiszem, hogy nem csak önöknél, hanem igazából itt mind a három településen, tehát Szentendrén, Leárfalun, Tahitótfalun is, a meredek utcák azok igazából csapadékvízárkok és nem utcák, tehát most nem akarok nagyon durva lenni. Tehát itt a csapadék vezetésre, vízvezetésre Tahitótfaluban is olyan függőleges, olyan meredek utcák vannak, amik igazából vizes árokból alakultak ki. Azért, hogyha belegondolunk, most felbontottunk egy talaj részét az utcának, nagyon várható, tehát elő, hogy igazából a víz ezt fogja megtalálni legelőször. Tehát lesz gondunk ezzel a részével biztos nem kifitelezési miatt, hanem a későbbi vizek miatt biztos, hogy lesznek olyan gondjai, hogy kimosások is egyre fognak történni. Ezt hogyan fogjuk megállítani, és hogyan mi lesz majd a feladatunk ebben, ezt még nem tudom. De azon vagyunk. Most a mostani helyreállításnak az a feladata, hogy olyan szintű legyen, hogy mindenképpen tudjanak rajta közlekedni. És nem csak közlekedni, hanem használni tudják megkísérni. Az, mint elfelejtettem mondani, és most nálam van, szóval elmondom, hogy ugye ez a beruházás három nagy projektrészből áll. Van az, hogy vízfelettői bővítés, ami már október 17-én átadásra került. Van a szigeti rész, ami ennek a, tehát a leányfalú mennyiségnek Dunának 10-szeresen. Ott annak az átadása reményünk szerint holnap kerül lezárásra, és maradt a parti oldalnak a településeknek az átadása, ahol a kivitelezés már olyan szinten van, amit mondtam is, hogy átadható. Köszönöm szépen! Köszönjük, ha megengeded egy szót. Az Európai Uniós pályázatok nem exakt módon behatárolják azt, hogy amire pénzt adnak, az milyen célokat szolgálnak. Itt a szennyvíz elvezetés volt az alapvető. Kifejezetten tiltja ez a pályázat, hogy az ő pénzéből más programokat, tehát például egy települési csapadékvíz elvezetést rakjanak rendbe, de a 2014 és 2020 közötti programok, amik várhatóan február és március termékén fognak megjelenni, de fázában én már láttam települési csapadékvízelvezetési programokat, tehát ezt majd figyeljük és jelezzük az önkormányzatnak, hogy mikor, hogyan, mi módon lehet erre pályázni, mert igen, tudjuk, hogy ez komolyban. Akkor megismételném, aki most később jött, mert
a megkötésnek a lehetőségét, tehát a műszaki átadást követő egy éven belül kell ezt lebonyolítani. És erről, ha jól értettem, akkor értesítést fog kapni a lakosság, hogy mikortól indul ez az egy év tulajdonképpen. Igen, hátul a hölgy. Tessék előre jönni. Azt hittem elég hangos, hogy elmondjam, Szövényiné vagyok, és az Őz utcából jöttem. Az Őz utcában most rohamtempóban haladnak a tartályok elhelyezése, ugye a gerinc végre múlt héten elkészült, és most nagy erővel készítik el. Azt szeretném megtudni, mert ugye 18-a egy hűvös számként elhangzik, hogy befejeződik. Hát az utcánkat megtekintve nem biztos, hogy be tudják fejezni, utána ugye jönnek az ünnepek. Az eleve már egy 10 napos kiesést jelent, a műszaki átadása én azt hiszem, hogy az jövőre fog átcsúszni. Mert ez úgy néz ki jelenleg, mert körülbelül még olyan 10-12 tartály nincs lerakva. Amit szeretnék én kérdezni, ugye a tartályok jelenleg üresek. Már elhangzott, hogy a tartályokat ugye írjuk majd alá, hogy átvettük. Ugye én úgy tudom, hogy ezekre majd motort helyeznek, ha jól tudom. Ami ugye segíti a szennyvízünk továbbítását. Ki fogja azt hozni, és ki fogja azt majd karban tartani, úgy Isten igazából fehéren-feketén le lesz ez írva, bármiféle gond és probléma van. A másik, amire én emlékszem, hogy olyan felajánlás történt, hogy amennyiben megkeressük a két fő kivitelezőt a csatorna belső bekötésével kapcsolatban, akkor a tervezést esetleg felvállalják, elkészítik. Ér-e ez a felajánlás, tényleg meg lehet-e keresni önöket ez ügyben, és ugye elhangzik, hogy 3 hónap, 1 év, hogyha netalántan végül is 1 hónap múlva sikerül mindent csíre tenni, akkor a csatornázási műveket megkereshetjük-e ezzel. Én is mikrofon nélkül szerintem hallani lehet majd. Én nem tudom, ez hol hangzott el, tehát a DMRV tervezési munkát biztosan nem vállal. Jogosultságunk sincs erre. Mi üzemeltető vállalat vagyunk, de szaktervezők fogják ezeket a bekötési terveket elkészíteni. A házi átemelőket üzemeltetésre átvesszük, és a karbantartásáról a DMRV-nek kell gondoskodnia. De igazából a szivattyúkat is önök fogják változni? A szivattyúkat tulajdonképpen, amint van érvényes bekötési terv, utána kerülnek elhelyezésre az átemelőkbe. Nem, egyébként nem a csatornázási művekkel gondoltam, hogy önöknek terve, hanem a kivitelező részéről van egy ilyen tájékoztató papír a kezemben, nem hoztam el, és abban egyébként, hogy amennyiben kívánja egyébként a lakos, akkor a belső részét tervezést is elvállalják. Természetesen külön pénzért. Fővállalkozó. Tehát a fővállalkozó részéről ezt a felajánlást így nem tehetjük meg, tehát az biztos, nem része a projektünknek. Viszont azt mi is tudjuk, hogy azok az alvállalkozók, akik eredetileg dolgoztak a területen, ők küldtek ilyen anyagot. Ha úgy gondolja, akkor mi biztos tudunk olyan vállalkozót ajánlani, akire én biztosan azt merem mondani, hogy megcsinálhatja még a munkát. Semmi olyan áron is, hogy ennek is megfelelő legyen. Jó? Tehát a Csebregi csatornán, tehát van egy a Dunakanyar infokukasz Dunakanyaron van egy elérhetősége tulajdonképpen a konzorciumnak, azon nyugodtan lehet érdeklődni, és akkor mondjuk, hogy ki az, aki. Ugyanígy a társulatnál is elérhető azok a személyek, azok a tervezők, akiket a társulat ajánl arra, hogy ezt a munkát elvégezzék. Köszönöm szépen! Valaki akkor a csatornával kapcsolatban még? János? Pető János vagyok, Kulacs utca, de egy általános jellegű kérdést szeretnék föltenni, amit ráadásul hétfőn szerettem volna a társulati ülésen, ahol Bornemisza úr előadóként volt megjelölve, de hát nem volt ott valamilyen oknál fogva. És azért neki szeretném föltenni a kérdést, mert az egyel korábbi
társulati ülésen azt mondta, hogy elég jól sikerült a gazdálkodás ezzel a beruházással kapcsolatban, ezért vannak pénzmaradványok, amit adott esetben föl lehet használni például olyan jellegű útépítésre, ami természetesen összefüggésben van a csatornázással. Kérdésem az, hogy milyen szempontok szerint lesznek azok az utcák vagy települések kiválasztva, hol ez a pénzmaradvány csatornával összefüggő útépítésre felhasználható. A másik szintén ezzel kapcsolatos kérdés, hogy a egy korábbi alkalommal arról is szó volt, hogy a egyéni bekötéseket, ugye, amit meg kell tervezni, és körülbelül 20 000 forintba kerül a tervezési díj, pontosan a projekt sikeres gazdálkodása miatt át tudná vállalni vagy a társulás, vagy a társulat, vagy ezt nem tudom pontosan, és tulajdonképpen megterveztetnék a bekötéseket mindenki helyett, hogy ne terhelje még a lakosságot ez is. Másik kérdésem az, hogy erre van-e lehetőség. Köszönöm. Akkor egy picit vissza kell venni időben. Elindult egy pályázati munka, amelyek 3,5 milliárd forint 85%-os intenzitású támogatást kapott. Ez több település részéről felállított társulás felé ment, a társulása kedvezményezett. A 5 település által létrehozott társulás felkért egy társulatot, aki tartalmaz 4000 valahány száz ingatlan tulajdonos, ezek a lakosok, és a lakosok ebben a társulatban fizetik be az úgynevezett fejlesztési hozzájárulásokat. Fejlesztési hozzájárulás mindenkinek ott a saját lakossági takarékpénztár vagy másfajta számláján ott gyűlik, ez ott van. Ezek a pénzek, ezek fölhasználódnak, de ahogy mi elértük azt az állapotot, hogy a 85-ről most már 92,7-valahány tízezredes intenzitású támogatottságban részesült az 5 település által létrehozott társulás. Tehát nem a lakosok és nem a társulat, hanem a kedvezményezett. Így ezeknek a felhasználása nem történik meg most a beruházás aktív időszakában, hanem akkor, amikor befejeződik ez a beruházás, akkor kimutathatóan ott kell maradnia a kettő közötti differenciának. Hát ez könnyen tudnánk számolni, ez durván 3-400 millió forintot jelent. A törvény azt írja, hogy a vízi közmű társulat, mert ugye ez egy vízi közmű társulat, létrejött a csatornázás miatt, tehát a vízi közmű társulatban gyűjtött anyagi források csak kifejezetten arra a célra használhatók fel, amire maga a társulat létrejött. Itt a társulatnak az majd lehetősége lesz, hogy szépen kimutassa településenként minden egyes adott önkormányzat számára, hogy kedves Leányfalú, a te területedem ennyi, a Szentendrejek területének annyi pénz gyűlt össze ezeken a számlákon, és ezeknek a településeknek akkor, hogyha ez a munka befejeződik, lehetősége lesz arra, hogy eldöntse, hogy megszavazza, hogy a szennyvíz beruházást érintő területen milyen típusú, ehhez kapcsolódó infrastruktúrális beruházásra költsék el. Tehát nem azt mondom most, hogy bárhova, az jól be van határolva, hogy azt a területet kell érintenie, amire a társulat létrejött. Ez a pénzbefizetés, ez körülbelül 3 év múlva fog befejeződni, mert ugye a lakosok elkezdték a befizetést, de hát az jóval hosszabb ideig tart, mint maga a beruházás. Azért, hogy a beruházás kifizethető legyen, a társulat azt mondta, hogy jó, ő számít arra, hogy az OTP-hez ezek a pénzek befolynak,
Az OTP pedig tájékoztatta a társulatot, hogy ő meghitelezi a társulat számára ezt a pénzt, ha kell, mert a beruházás az most folyik, tehát most kell kifizetni. Na hát tulajdonképpen az önkormányzatok kezességvállalásában a könnyítés, ebben a hitelértékben a könnyítés, ez az szerint történik meg, ahogy az intenzitás nő, ugye mert ott azzal részen csökken az önkormányzati kezességvállalás igény, illetve a maradvány értékek az szerint lesznek majd felhasználhatóak. Nem most, hanem amikor befejeződik a befizetés, és az körülbelül 3 év. Ebből lehet az adott utcákat érintő, most csak ötletelést mondok, mert ez azért minden egyes településnek a saját döntési jogkörébe kerül. Csapadékvízelvezetés, járdaszegély kialakítás, burkolat kiegészítés, kialakítás. Tulajdonképpen ezek az infrastruktúrális jellegű beruházások. Amit ma nem kell eldönteni, hiszen 60 hónapon keresztül még működik a kivitelező konzorciumnak a jótállási garanciája, és azok a munkák, amik ebben az időszakban felmerülnek, és jótállási garanciális természetűek, tehát nem olyan, hogy utána jött egy exkavátor, felbontotta, és majd ővelük rendben akadjuk, szóval ez nem működik. De minden esetre ezeket a munkákat érdemes megvárni, hogy szépen lebonyolódjanak, és ne legyen az valóban, hogy valamit teljesen rendben raknak, és aztán megint felbontják, megint rendben a kettőt, megint felbontják. Egyetlen esetleg szerint tervezés, bekötés tervezés. A bekötés tervezés. Én nem tudok arról, hogy a társulási tanács ilyen döntést hozott volna, hogy amblokk a lakosokat terhelő jogok, kötelezettségeket átvállalja. Ez azért is nagyon veszélyes talaj, mert az Európai Uniós programokban, meg úgyis egyáltalán, a kimutatható, hogy a lakos nem a saját fejlesztési hozzájárulásával vett részt ebben, hanem abból ilyen-olyan támogatásokat kapott, ott felmerül a NAV részéről a lakosnak, adott lakosnak a személyi jövedelemadó kérdése. Tehát arról kifejezetten le lett tiltva, nem csak ez a program, és egyáltalán az Európai Uniós programok sokasága, hogy egyenesen lakos kvázi vagyongyarapodást előítézzen. Azt tudom, hogy a DMRV-vel is és a településekkel is lebonyolultak azok a megállapodások, amik megkönnyítették ezt az egész tervezési folyamatot, mint adatszolgáltatásában, mint pénzügyileg, stb. Stb. De szerintem, hogyha igazán alaposan utána akar nézni, mondhatok én itt most bármit is, akkor kérem, hogy szíveskedjen felírni a Csepregi úrékat, azon az információs táblán, amit el lehet érni, illetve magát a DMRV-t. Mindenki nagyon szívesen segít önöknek a legjobbat és a legolcsóbbat kiválasztani. Meg azt, amely törvényes. De pénzügyi támogatás részben ilyen nincs. Hát, ha végig gondoljuk, akkor ez meglehetősen igazságtalan is lenne, mert azért eléggé eltérőek a viszonyok a faluban a házi bekötő kapcsán, ez mind a tervezési költségre, mind a beruházási költségre vonatkozik. És ugye megerősítve a Miklósnak a szavait, ez az elszámolás, ebből nem biztos, hogy az önkormányzat jól fog kijönni. Nekünk már van listánk arról, hogy hanyan nem fizették az LTP-t, illetve akik egy összegbe vállaltak, hanyan nem fizettek be, tehát nem vagyok abban biztos. Jó, tudom, ezt be lehet hajtani, mert be lehet hajtani, de egyáltalán nem biztos, hogy mindenképpen, aki csatlakozott a társulathoz, az teljesítette is a befizetését. Úgyhogy ez tényleg, amikor az LTP-k lejártak, akkor lehet meghúzni a vonalat, hogy csak akkor fog készülni egy számítás, hogy Lányfalura ebből a plusz intenzitás miatt mennyi pénz jut. Tehát
Nem látjuk még ezt, nem tudjuk. Valaki? Még? Láttam. Senki többet harmadszor? Jó, hát akkor örülök, és akkor az urakat elbocsájtjuk, mert akkor gyakorlatilag a csatornával kapcsolatban nem merült fel más kérdés, és akkor áttérünk a következőre, a közmeghallgatásra.